Nem tudom, hogy ki tudja az osztályok tanulói közül, hogy ritkán adatik meg egy embernek, egy tanárembernek olyan halál, mint Borbás tanár úrnak adatott meg. Roppant megrázó volt, tanítási órán érte a halál. Tehát éppen úgy 1:45 körül kicsengetés előtt nem sokkal, már azt az órát nem tudta befejezni, ott esett össze, és abban a minutonban meg is halt. És a diákjai nem mentek haza, természetesen megdöbbentek, nem mentek haza, megvárták, amíg a halottas kocsi kijött, és végig mindannyian kikísérték ide a temetőbe a kollégáival együtt. Szóval, ha úgy veszem, akkor ez egy borzasztó halál, mert hirtelen jött, ha úgy veszem, akkor egy pedagógusnak ennél szebb halála nem lehet, mint a katedrának. Emlékezzünk rá. Borbás tanár úr rövid ideig tanított bennünket, 1 évig, mint tanár foglalkozott velünk. De azt hiszem, hogy mivel a sportban itt a két osztály között elég sokan tevékenyen részt vettünk, mi velünk sokkal többet foglalkozott, mint egyébként. Tudjuk azt, hogy a foci volt a hobbija, ami nagyon szeretett, sokat foglalkozott velünk. Egy rövid néma főhajtással emlékezzünk tisztelettel a tanár úrra. És az előbb egy-két mondatot mondtunk Borbás tanár úrnál, akkor itt hadd mondjam, hogy egy másik megrázó és hirtelen halál volt. Egy továbbképzésről jöttem haza, és Újszászon hallottam a hírt, hogy az iskolából egy tanár meghalt, és nem tudták a nevét megmondani, hogy ki volt. És valahogy sikerült különböző kérdések után rájönni, hogy kiről is van szó, és nem akartam elhinni, hiszen előtte való napon még ott egymással rendetlenkedtünk, és nagyon megrázolt, hiszen 1 évben születtünk együtt, rengeteg időt eltöltöttük a tanári pályán. Ő viszont úgy halt meg, hogy arra készülődött, hogy megborotválkozik és bejön megtartani az első óráját. De már nem tudott megborotválkozni, és nem tudott felöltözni, és nem tudott bejönni. Kütő tanár úr, azt hiszem, hogy mindannyian meleg szívvel emlékezünk rá. Ő az, aki a legtöbbet foglalkozott velünk a 3 tanár közül, akit most felkeresünk. Szakmai rejtelmekbe, szakrajzba azt hiszem, hogy nagyon sokat köszönhetünk neki, valamint nagyon sokat tanulhattunk tőle, mint embertől. Megdöbbenten hallotta a tragikus hírt, hogy 1987-ben június tájékán Fábián tanár úr, aki súlyos beteg volt, tovább nem bírta a szenvedést, és hát önkezével vetett véget életének. Óriási tragédia azóta is, azt hiszem, az egész családnak és az iskolának is. De emlékezzünk rá kegyelettel. Fábián tanár úr is azok közé, a tanárok közé sorolható, aki tanított bennünket, aki kevés ideig ugyan, de elég sok problémával
kísérte utunkat, megpróbálta a fizika rejtelmeibe bevezetni a kis csapatunkat, hát többé-kevésbé sikerrel. Azt hiszem, hogy ő előtte is hasonló néma főhajtással kell, hogy adózzunk, mint a másik két tanárunk elő. Villanyvezetékszerelést, a famunkát. Jó, tehát ismerős lesz? Mindjárt tovább.